Petár Stokić Irodalmi Klub Dragovina Pészkó elnevezésű 8. nemzetközi költői rendezvénye az Óbecsei Népkönyvtárban az azonos nevű pályázat legsikeresebb résztvevőinek megjutalmazásával fejeződött be, akiknek alkotásait megjelentették a Dragovina Pészkó című gyűjteményben. Az ünnepséget az Óbecsei Városi Énekkar nyitotta meg, a közönséget pedig a Petár Stokić Irodalmi Klub elnöke Milica Mirics köszöntötte, aki beszédében kiemelte, hogy az idei pályázatra 154 költő jelentkezett Szerbiából, Ausztriából, Bosznia-Hercegovinából, Bulgáriából, Izraelből, Kanadából, Németországból, Új-Zélandról, Oroszországból, Szlovéniából, Montenegróból, Hollandiából és Horvátországból. Közülük a gyűjteményben 67-en szerepelnek. Arra törekedtünk, hogy ismét egy szép könyvet adjunk ki, egy szép gyűjteményt. Nem is szépet, inkább jót. Az illusztrációt a férjem Milivoj Mirics készítette, és a fiam Igor, aki Petár Stokić és Gavrilo Princip arcképét rajzolta le. A gyűjteményben 19 illusztráció van, a fedőlappal együtt. A fedőlapon a Kcseri Olivera című vers illusztrációja szerepel, amit a frankfurti Zorka Csordásevics készített. A korábbi találkozókon nagyon kevés óbecsei lakos vett részt. Nem tudom, hogy mi ennek az oka. Lehet, hogy nem voltak informálva, nem tudom, de idén ez már egészen más. Most sokan eljöttek, és emiatt nagyon boldog vagyok. A legtöbb költő, aki a 8. gyűjteményben szerepel, rengeteg alkotást hagyott maga mögött, mint amilyenek a verses kötetek, regények, elbeszélések, rövid történetek, aforizmák és más irodalmi alkotások. Ez a találkozó a többség számára jó alkalom arra, hogy megismerkedjenek és hogy tapasztalatokat cseréljenek egymással. Azért jöttem el erre a rendezvényre, mert nagyon tetszik a téma, és láttam már egyet a korábbi gyűjteményekből. Éppen ezért nagyon szerettem volna részt venni a pályázaton. Elküldtem a versemet, és most én is szerepelek a gyűjteményben. Elismerem, hogy számomra ez újdonságnak számít, hisz pszichológus vagyok. A gyűjteményre egy kolléganőm hívta fel a figyelmemet, aki már régebb óta foglalkozik költészettel. Egyszerűen csak az volt a vágyam, hogy pályázzak én is, és hát sikerült. A beérkezett pályamunkákat három tagú zsűri véleményezte: Dragica Davidovics, Vanya Kovacsics és Kosara Vidojevic. Petár Stokić első díját a Tivati Branka Dojkic kapta. A Dragovina Pészkó második helyezettje a mosznai Neranja Nena Kostić lett. A harmadik díjat pedig a szekhegyi Pozsidár Dobrkovics vitte el. A Recsina Pészkó külön díjat a frankfurti Zorka Csordásevicsnek ítélték oda. A nyertesek oklevelet és Milivoj Mirics képeit kapták ajándékba. 15 költő pedig Slovana Pészkó elismerésben részesült.